Réka az idei évadban is sorra dobta a kosarakat, és voltak emlékezetes pillanatai is. Én a csapatból a legjobb sportoló, vagy legkiemelkedőbb voltam, és kiválasztották, hogy én kapjam meg ezt a díjat. Mi ez a sportág? Kosárlabda. Hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja. Mit szóltál, amikor ezt megtudtad? Én nagyon örültem neki, egy kicsit számítottam is rá, mert a csapatnak leginkább én vagyok az egyik húzó egyénisége, de amikor meghallottam és megtudtam, akkor én nagyon örültem neki. Amikor Szalai Ferenctől átvetted ezt a díjat, mit éreztél? Büszkeséget éreztem, hogy ugye én voltam a legjobb, akit kiválasztottak a csapatból. Melyik volt az az emlékezetes mérkőzés, ahol a legtöbb kosarat szerezted? Mennyi volt az? Hát szerintem a 36 pontot dobtam az egyik mérkőzésemen, de az tavaly volt. Ebben az évben pedig szerintem 22-t dobtam, ami a legtöbb volt. Mi a cél a kosarazással? Én nagyon sokáig szeretném folytatni ezt a sportágat, és sok ideig menni vele. És ugyanígy, ahogy most, sok eredményt elérni. Nekem nagyon régóta a vágyam, hogy én egy profi kosaras legyek, de hát ezért ugye meg kell küzdeni, és ezen vagyok most. Réka Karcagon tanul, és Szolnokon kosarazik, nem könnyű a kettőt összeegyeztetnie. Ez nekem nagyon nehezen megy, mert mivel 7. osztályos vagyok, és ez a legnehezebb év, de próbálok úgy, hogy a tanulás legyen az első, de mellette ott van, hogy kosarazzak, és nyilván nehéz, de próbálok, és próbálom csinálni mindkettőt. Igazából anyáik szoktak bevinni, vagy a barátnőm szülei, viszek tanulnivalót, ketten ott megtanulunk a kocsiba, de mondhatjuk, hogy már belerázódtam, és már megszoktam, hogy utazunk egy héten 3-szor. A sok tanulmányi versenyből kevesebben indult, de versi és mesemondó versenyen most is volt. Ebben már régóta tehetséges vagyok, én úgy gondolom, és ezért ezt sem szeretném kizárni az életemből, mert úgy gondolom, hogy jó vagyok benne, és szeretem csinálni.